Hétfőn ismertette a kormány újabb gazdaságvédelmi csomagjának részleteit Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter. A csomag legnagyobb elemét a munkahelyek megtartását segítő intézkedések teszik ki. Ez szerint az állam legfeljebb 3 hónapig átvállalja a cégek bérköltségeinek jelentős részét. Erre akkor jelentkezhetnek a vállalatok, ha csökkentett munkaidőben tudnak csak tovább foglalkoztatni alkalmazottakat. Ekkor az állam a kieső munkaidő után járó bér 70%-át vállalja át. Cserébe a cégeknek a kedvezmény lejárta után 3 hónapig meg kell tartaniuk a munkavállalóikat. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint ez sok céget megmenthet attól, hogy el kelljen küldeniük az alkalmazottaikat. A mentőcsomag kamattámogatott hitelekkel is segíteni a vállalkozásokat. Erre 2500 milliárd forintot szán a kormány. A kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ott, ahol egyszerűen nem tudnak dolgozni, a hitelfelvétele rizikófaktort jelent, ezért Fischer Sándor szerint ezt a lehetőséget kevés cégvezető választja majd. Úgy érezzük, hogy ez a 70%-os támogatás elsősorban azok már nagyobb cégeknél tud segíteni, ahol hát a válság gyakorlatilag elbocsátásokat hozott, hiszen számos ágazat egyik napról a másikra leépült. Tehát itt gondolok például a turizmus, vendéglátás, ipar területén jelentős leépítések voltak. A kisebb vállalkozásokat elsősorban a szolgáltatások érintették, és ott is, miután gyakorlatilag a megrendelési állomány megszűnt, már a hónapra embereket kellett elbocsátani, vagy a magát a vállalkozást bezárni. Tehát úgy gondolom, hogy ez a 70%-os bértámogatás ebben az esetben tud segíteni. A gazdaságvédelmi programban a kormány által kiemelten kezelt ágazatok segítése is szerepel. Ez szerint a járvány miatt üresen álló szállodák és éttermek felújítására, valamint korszerűsítésére programot indítanak. Hasonlóan tesznek a fürdőkkel is, ezekre 590 milliárd forint áll rendelkezésre. Fischer Sándor már korábban is arról beszélt, hogy a válság leküzdésének egyik fő motorja az lehet, ha nő az állam által finanszírozott beruházások száma. Benne van az is, hogy addig az átmeneti ideig beruházásokat tudjanak végrehajtani, például a turisztikában a szállodákat, hoteleket és egyéb vendéglátó egységeket fő tudjanak újítani, és ehhez támogatást fog biztosítani az állam. Én úgy gondolom, hogy ez jó lépés, és remélem, hogy ebben tudnak majd a vállalkozók gyakorlatilag előrelépni. A válság közben egyre súlyosabban érinti Tolna megyét is. Fischer Sándor azt mondja, már több gyár is nehezen tudja csak foglalkoztatni a náluk dolgozókat. Konkrét leállások is vannak, illetve gyakorlatilag a vállalkozók egy része befejezte a tevékenységét áprilisra, azaz bezártak az üzletek, bezártak a vendéglátóegységek, és bezártak a kisebb vállalatok is a termelés területén. A szolgáltatás területén nagy arányú megszűnések vannak, és megpróbálják kibekelni ezt a nehéz időszakot. Azt mindenképpen próbáljuk hangsúlyozni, hogy lehetőleg ne bocsássák el az alkalmazottakat, hiszen ha a válság véget ér, akkor nehéz lesz megtalálni ezeket az alkalmazottakat. Ilyen már volt 2008-ban, ne essünk újból ebben a hibába. És ebből a szempontból nagyon jónak tartjuk, hogy bértámogatást is van ebben a programban, amely gyakorlatilag ezt talán sikerült áthidalni. A gazdasági csomagban szakemberek átképzése is szerepel távoktatásban. A kamara Tolna megyei elnöke szerint viszont ezzel lehetnek gondok, mert a munkájukat elveszítők között rengetegen lesznek, akik egyszerűen nem rendelkeznek az átképzés megkezdéséhez szükséges érettségi bizonyítvánnyal.